A civil társadalom erősödését, egyfajta turisztikai attrakciót jelent Sárospatak életében ez a rendezvény, fogalmazott köszöntőjében Sárospatak polgármestere. Ezzel mi azt szeretnénk elérni, hogy az ide látogató vendégek ne csak egy napig, hanem több napon keresztül maradjanak, és ennek a kiegészítője lesz majd, ha a wellness központunk meg lesz, tehát aki eljön szabadidőben lovagolni, az vegyen részt a pincelátogatásokon, az vegyen részt a szüreten és a wellness túrán. Tehát így lesz kerek egész az a turizmus, aminek még az elején vagyunk, és remélhetőleg, hogy ez bevételt fog hozni hamarosan, még több bevételt a városnak. Több mint 100 tagja van az egyesületnek, azt gondolom, hogy egyre erősebbek vagyunk. Nagyon sok eseményt, rendezvényt szervezünk. Kiemelt esemény a Szent Erzsébet napi felvonulás. Most az éven a Máté napi aszú ünnepségnek az egyik színfoltja volt a lovas felvonulás, illetve a legkiemeltebb programunk ez a mai napi, tehát az MPN-i vadászlovaglás. A vadászlovaglás résztvevőit Sárospatak református lelkésze áldotta meg. Azért kérjük buzgósággal most áldásodat, hogy lépteinket oltalmazza a te hatalmad. Ne érjen itt senkit baj, kár, veszedelem. Lelkünknek a szeretet és béke legyen vezére. Fogadd imádságunk szívesen az égben, földi ösvényünken fényed lénye kísérjen. Amen. A rendezvényre az idén az ország különböző részeiből érkeztek lovasok. Többen jöttek Pest környékéről, Mezőkövesdről, Nyírségből, és nagyon sok helyi lovas van, ezt ki kell, hogy emeljem, aminek nagyon-nagyon örülök, mert úgy tűnik, hogy egyre több embernek van kedve lovagolni, és valóban gyerekeiket is lovagoltatják, felnőttek is lovagolnak, ez nagyon-nagyon jó érzés egy magyar ember számára. Próbálom szervezni a lovardában nálunk, hogy jöjjünk többen, mert van lószállító kamion, most úgyhogy tudnánk 6 lóval jönni, de én úgy hívom őket, hogy karámlovasok, nem nagyon mernek kijönni, pláne ilyen helyen, mert ott még a lovarda körül még csak mernek, de ide nem mernek eljönni, úgy látszik. Ez már a hatodik, hát a folyamatos jobbító tevékenység révén egyre szebb és szebb útvonalakat építünk. Az idei útvonal a leggyönyörűbb, még ilyen kicsit nedvesebb talaj esetén is valamennyi akadályt meg tudjuk ugratni, nagyon örülünk. Nagy öröm volt látni azt, hogy ennyi lovas ember van együtt ezen a gyönyörű helyen. Nagyon jól éreztük magunkat.